Az ellenfelek személyiségét is kielemzik? Érdekes, Kárpáti Róberttel ezt próbáljuk meg, ő ebben nagyon profi szakember, és elég jó emberismerő, és bele tud látni az ellenfeleim fejébe. London előtt is elég jól, illetve azután a világbajnokságok előtt is elég jól meg tudta azt jósolni, hogy ki az, aki stabil vívó, ki az, aki egy picit... elbizonytalanítható? Igen, vagy azért, mert túl temperamentumos, és egyszerűen elviszi az indulat, vagy azért, mert nem elég magabiztos, és meg lehet zavarni egy-egy demoralizáló találattal. De ki az, aki nagyon stabil, és akire figyelni kell, hogy az nem egy mentális harc lesz, hanem ott tényleg vívni kell. Ki az, aki engem zavarhat, meg ez főleg az olasz versenyzőkre jellemző.